A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Mai témánk a szeretet mindenek felettisége. Még pedig azért, mert olyan vendéget invitáltunk meg a stúdióba, aki ezt azt hiszem, hogy mindenkinél jobban tudja. Otthonról hazajött Eszterházy Katalin, tisztelettel köszöntöm. Köszönöm szépen. Aki esetleg nem emlékezne az előző beszélgetésünkre, azért röviden mondjuk el, hogy 35 esztendeje távoztak az országból 1987-ben Lelke Jobbik felével, és egy olasz kitérő után, ahol befutottak természetesen, Kanadában találtak otthonra, és most pedig itthon van, mégpedig kettős oka van, egyik oldalról a Nemzetközi Könyvfesztivál, amelyen részt vett, plusz azért majd kell, hogy szó essék a Kozma Pár díjról, hiszen az mindenképpen egy megerősítést jelent minden írástudónak, ha az otthonában, az otthona környékén megerősítik ebben. Viszont a mai témánk az Angyalok Pórázon. Illúziók, álmok, titkok és remények gyűjteménye, amelyet egyébként látunk majd a képernyőn is. Ez az új könyve, a sokadik, és különleges dolgokkal foglalkozik, felelősséggel, hiszen az örökhűség kézen fogva jár a kutyasággal, ha úgy tetszik. És azért azt is tudjuk Hurritation-től, hogy az embernek sok arca lehet, a léleknek csupán egy van, és ezt mind-mind megtanulhatjuk öntől. Kezdjük azzal, hogy honnét jött a gondolat, hogy a kutyáról írjon nekünk, és olyan mélységeket kutasson, amelyek azt hiszem méltóak az eddigi pályafutásához, de méltóak az ember-kutya kapcsolathoz is. Végül is az ötletet az adta, hogy én magam egy kutya szerető ember vagyok, és elhiszem azt, hogy a kutyák úgy tudnak szeretni, ahogy senki más. És ennek azért van egy alapja, egy legenda, amelyik azt mondja, hogy amikor a Földön még béke és szeretet és rend uralkodott, akkor még itt éltek az emberek az angyalokkal együtt. És az angyalok vigyáztak arra, hogy az ember jól érezze magát ezen a földön. Aztán egyik nap az égiek visszahívták az angyalokat, mert ott akadt dolguk, és maguk mögött itt hagyták a kutyákat, hogy angyalként vigyázzanak az emberekre. És ezért szoktuk azt mondani, hogy minden embernek van egy őrző angyala. Nekem 3 őrző angyalom volt az elmúlt 35 évben, akik vigyáztak rám, akik figyelmeztettek, akik azt mondták nekem, hogy nyitott szemmel és nyitott szívvel kell élni. És én tőlük nagyon sokat tanultam. És úgy gondolom, hogy a mai napig is olyan dolgokat tanultam meg tőlük, amelyet muszáj, hogy elmondjak, muszáj, hogy az embereknek, a barátaimnak, az ismerőseimnek, mindazoknak, akik nyitva tartják a szívüket, tudniuk kell, hogy mi is az, amit mi egymástól elvárhatunk, és amit egymásnak adhatunk. És ez nem más, mint a szeretet. És ez nem kerül pénzbe. Ez nem kerül semmi másba, mint odafigyelésbe. És ezt mindenki meg tudja tenni. És ha csak egy icipicit jobban odafigyelünk a másikra, és meglátjuk a másikban a jót, és csak a jót, akkor a világ szebb lesz. Én ezt a kutyáimtól tanultam, és ehhez akarom a magam életét igazítani, és aki elolvassa, remélem, ugyanúgy igazodik majd ehhez. Ugyanakkor azt tudnunk kell, hogy a felelősség felső fokon a kutyatartásra is vonatkozik, és a szeretet kézen fogva jár a felelősséggel. Ez így van, de én ilyen értelemben nem hiszem, hogy egy jó kutya gazda voltam, mert számomra a kutya egy társ volt, része a családnak, egyenlő a gyerekeimmel, a férjemmel, tehát olyan családtag volt, akinek megvolt a maga szerepe.
és az én véleményem szerint én ugyanúgy értettem, amit mondtak, mint a többiek, akik velem élnek. Nem úgy morzsolják a szavakat. Én nem szeretném azt mondani, hogy szavakkal beszéltek, de mégiscsak beszéltek. Nem úgy morzsolták a szavakat, mint én, vagy mindenki más, aki ember. Mégis azzal, ahogy rám néztek, azzal, ahogy hallgattak, azzal, ahogy figyeltek, azzal, ahogy odabújtak, hogy az orrukat odanyomták az arcomhoz, vagy azzal, hogy a fejüket a térdemre tették, azzal mindent elmondtak. Azzal vigasztaltak, azzal megnevettettek, azzal elhitették velem, hogy ők nélkülözhetetlenek lettek nekem, hogy ott vannak velem mindig, amikor szükségem van rájuk. Kimondhatjuk, hogy a kutya az örök hűség jelképe, miközben mi emberek, hogy egy kicsit Somlyó Györgyöt idehozzam, kétségbe esettem, mi emeljük azt, ami másokból úgy fakad, mint a virág. Igen, hát ők biztos, hogy az örök hűségnek a jelképei, mert hányan vagyunk úgy, vagy hányan vannak úgy, hogy amikor már a kutya megöregedett, vagy éppenséggel teher, vagy nincs hova elrakni őket, vagy gond, már nem olyan kellemes a mindennapi séta, amit megkövetelnek, akkor úgy bánunk velük, mint egy megunt régi bundával. Nyisz-nyisz, levágjuk a bunda ujját, és kidobjuk. Na most a kutya akkor is azt a gazdát keresi, azt várja vissza, azt szereti, mert ő annak fogadott örök hűséget. Nekem azt mondták a kutyáim, és lehet, hogy idézőjelbe kéne tennem ezt a szót, hogy mondták, de én így értettem, hogy olyanok ők nekünk, mint a Földnek a Hold. A Föld bolygója a Hold, de ők az ember bolygói. És hogyha a földjük eltaszítja őket, akkor mi az ő feladatuk? Akkor nem tudják teljesíteni a szerepüket, akkor nem tudják teljesíteni a küldetésüket. Hát a kutyák azért vannak, hogy mi azt érezzük, hogy mindig valaki van mellettünk. Meg gondoljuk csak el, családban élünk. Sokan vagyunk egy házban, sokan együtt vagyunk, és jól is érezzük magunkat. Jövünk, megyünk, nyitjuk, csukjuk az ajtót. Ki az közülük, egyetlen családtagot mondjunk csak, aki úgy tud várni bennünket, mint a kutya? Aki, ha csak 5 percre megyek ki, és jövök vissza, úgy tud nekem örülni, hogy a nyakamba ugrik. Azt a szeretet mennyiséget, amit egy kutya ad az embernek, az egy csodálatos dolog. Ettől én jobban érzem magam. Ettől én ragyogok. Ettől én könnyebben veszem az akadályokat. És én úgy érzem, hogy kapunk valamit, ami a miénk. És én kezdem elhinni azt a mongol legendát, amelyik azt mondja, hogy amikor a Buddha megteremtette, agyagból megformálta az embert, akkor egy ökör éppen arra járt, és az ember kulcscsontjából kilökött egy pici agyagdarabot. És akkor a Buddha fölvette a földről, és azt mondta, hát akkor ebből megformálom a kutyát, hogy legyen az embernek örök kísérője, egy örök védője. És kezdi elhinni az ember, amikor a kutya így szeret, hogy tényleg lehet, hogy ebben van némi igazság, hogy ugyanabból az anyagból formált bennünket az Isten? Elképzelhető. A kutya ezek szerint a feltétel nélkül szeretett misztériumát hordozza minden egyes kutya társ. Ugye ebben megegyezhetünk. Igen. Viszont egyben terápia is lehet a kutyatartás. Kérdezem ezt azért, mert hogyha valaki társ nélkül nő fel, gyakorta látjuk, hogy néniket, bácsikat, de nem is kell messze mennünk, nem kell ahhoz idősnek lenni, hogy valóban sokan gondolkodnak így. Én szerintem biztos, én Kanadában élek, és én tudom, hogy ott például a kórházakba rendszeresen megengedik azt, hogy a kutyákat bevigyék, vagy idősek otthonába. Mert azzal, hogy én megsimogatom a kutyát, tehát a kezem megérinti, valami olyan
csodálatos érzést válthat ki az emberből, ami megrezegteti a lelkét, tehát egyfajta gyógyulási energiát tud közvetíteni, mert benne van a szeretet, és a szeretet az, ami gyógyít. Na most az embernek viszont erre szüksége van. Én hiszem azt, hogy igenis, az embernek mindig szüksége van arra, hogy valakit szeressen, és szerethető legyen. Na most a kutya, persze azt azért hozzá kell tennem, hogy nem mindenki gondolkozik így, ahogy én, hogy a kutya az egy része kell, hogy legyen minden családnak, mert van, aki ez ellen tiltakozik, és azt mondja, hogy nincs rá szüksége. De én nagyon hiszem, hogy aki egyszer ezt kipróbálja, akkor tudja, hogy valami olyasmit kap, ami egy csodálatos dolog, mert egy kutya, aki szereti az embert, elhiteti, hogy nem kell nekem a legjobbnak lennem, nem kell nekem a legszebbnek lennem, nem kell nekem soványnak, fiatalnak, gyönyörűnek, káprázatosnak lennem, engem úgy szeret, ahogy vagyok. Hiányzik a kutya szótárából az, hogy szeretlek, ha. Tehát a feltétel nincs már ott, mert az ember néha azt mondja, hogy szeretlek én téged, ha ezt megcsinálod. Ez a szeretet tanulható, illetve átörökíthető? Megtanulhatjuk a kutyától? Én szerintem igen. Én nagyon sokat tanultam a kutyáimtól. Nagyon sokat. És most mondok néhány példát, hogy mit tanultam például a kutyáimtól. A kutyám, mikor mi sétáltunk, gyakran találkoztunk egy gazdával, akinek két husky kutyája volt. És az egyik husky kiskutyának hiányzott a két hátsó lába. És a gazda elmesélte, hogy egy baleset következtében mind a két lábát elveszítette, de a kutya anyja az annyira sírt, szinte emberi könnyekkel sírt, és könyörgött, hogy mentsük meg a gyerekét. És azt mondta a gazda, akkor mi csináltattunk neki egy ilyen kerekes kis kocsit a két hátsó lába helyett, és az, mint egy protézis működött, és a mai napig is ezzel jön, megy, és végül is visszaadta az életét a kutyának, és egy szerethető, gyönyörű kutya lett, és azt mondta, hogy teljes életet élt. Na most akkor, abban az időszakban, amikor ez történt, az én személyes életemben volt egy tragédia, nekem meghalt az édesanyám, és nagyon-nagyon-nagyon nehezen tudtam földolgozni, hogy a mi kettőnk kapcsolata olyan volt, amiből kölcsönösen adósságot halmoztunk fel, lelki adósságot. Márpedig a törvény azt mondja, hogy soha nem szabad úgy meghalni, hogy lelki adósságunk legyen. És én akkor ebben a gyászomban nagyon sokat beszélgettem a kutyámmal, aki végighallgatott mindent, és úgy rám nézett egyszer, és azt mondta nekem, idézőjelben mondom, ismét a mondta szót, hogy elnéztelek téged, amikor te nekem ezeket a dolgokat mondod, hogy fáj a szíved, hogy tele van adóssággal, hogy rosszul érzed magad, hogy nincs békében a lelked. Van olyan, hogy az emberi lélekre is esetleg ilyen kerekes kiskocsit lehetne szerelni, hogy könnyebben fusson? Van a lélekre protézis? És akkor úgy elgondolkoztam rajta, hogy milyen igaza van. Hányszor vagyunk úgy, hogy elveszítjük a lelkünket, mert gyorsabban megyünk, mint ahogy a lelkünk követni tud, és elhitetjük magunkkal, hogy mennyi rossz dolog történik velünk, de nem merünk erről beszélni, nem merünk szólni. És igenis, hogy a protézis az emberi lélekre nem lehet más, mint a szeretet. Mert megkérdeztem az én kutyámtól, és milyen protézist kéne az én lelkemre tenni. És azt mondta, hogy vedd magad körül szerető barátokkal, emberekkel, akik veled együtt tudnak örülni, ha kell, veled együtt tudnak sírni. Tehát nem leszel egyedül a bajodban. Meg amúgy is itt vagyok én. Hát nem én, itt vagyok én neked, én vagyok a legfontosabb, én akarok neked nélkülözhetetlen lenni. Mert a kutya attól boldog, hogy ő szolgálhat engem, vagy segíthet engem. De itt van például akkor, amikor beteg voltam, és a szememért küzdött, a látásomért küzdöttem, és az alatt, az időszak alatt, amíg én ott feküdtem, és tehetetlen voltam, ő
állandóan ott volt mellettem, föladta a saját szabadságát azért, hogy ott legyen velem. És ráfeküdt a hátamra mindig, mert én hasonfekve voltam, a fejemet nem volt szabad felemelni, és azt mondja nekem, hogy miért hordasz te mindig gombos ruhát, hátul gombolós ruhát? Mert ahogy a hátamon, ahogy a hátamra ráfeküdt, azt érezte, hogy minden csontom kiáll már, és segíteni szeretett volna, és csak akkor mozdult el mellőlem, csak akkor, amikor már neki nagyon muszáj volt, mert a dolgát elvégezte, kiszaladt a kertbe, elvégezte, és már is rohant vissza, mert nem akarta, hogy elhagyjon engem, mert tudta, hogy nekem rá van szüksége, és hogy milyen érdekes is, amikor én hiszek abban, hogy az embernek szüksége van bizonyos fajta talizmánokra, amiben hisz, amiben úgy gondolja, hogy ott van az erő. És az én kutyám előhozta a agyonrágott marhacsontját, lerakta elém, és el akarta velem hitetni, ha ő most erről csak így nagyvonalúan lemond és odarakja elém, ebben benne van az a gyógyító erő, amitől én majd meggyógyulok. És hogy miért adta nekem ezt a marhacsontot, mert korábban én adtam neki valamit, amit én úgy hívtam, hogy a bátorság érdemérme. Mert az embernek szüksége van időnként egy bátorság érdeméremre, hogy elismerjük, hogy ahhoz, hogy az életet megélje úgy, hogy az neki jó legyen, ahhoz bátorság kell. Hiszem abban, hogy ez a tanulságos történet, ez a tanítás eljuthat mindenkihez. A könyvön túl is. Nyilván először el kell olvasnunk, másrészt az olvasás után gondolkodnunk kell, ha van kutyánk azért, ha nincs azért, de bizony mondom, hogy nagyon-nagyon fontos lenne. Hisz ebben? Én nagyon hiszek ebben. Mert ez egyfajta misszió az öné ebben az értelemben, mint ahogy az egész munkássága. Én nagyon hiszek abban, hogy mindig valamit tanulhatunk, bármit is elolvasunk, abból tanulhatunk. Ebből nagyon sok olyan dolgot megtanulhatunk, ami a mindennapi élethez kell. Egyszerűen kell, hogy tudjuk azt, hogy nem szabad felelőtlenül önmagunkat letenni, törpévé tenni, mert akkor megengedjük másoknak is, hogy így bánjanak velünk. És az én kutyám, mind a három, azt mondta nekem, semmi más dolgunk nincs ezen a földön, mint embernek lenni. Mint embernek lenni. És én hiszem azt, hogy emberséget lehet a kutyáktól tanulni. Mert az ember sokszor elmegy olyan dolgok mellett, amit nem vesz észre. Egy kutya viszont megáll, nézelődik, és sok mindenre fölhívja a figyelmet. Úgy kell a séta nekünk, hogy rácsodálkozzunk a természetre. Kell nekünk az a séta, hogy rácsodálkozzunk az emberekre. És a kutya segít abban, hogy én másokkal kapcsolatot teremtsek. Mert hányszor elmegyünk emberek mellett, soha nem köszönünk, még csak oda se nézünk, nem is bólintunk, de jön valaki egy kutyával, akkor megállunk, megsimogatjuk, beszélgetünk. Én egy kutyás ember vagyok, és én minden kutyát meg akarok simogatni, én minden kutyával szóba állok, és a szomszédaimat így ismerem meg. Talán soha nem váltottunk volna szót, hogyha nincs kutyánk. És ez egy nagyon fontos dolog, mert egy híd a két ember között. Nos, hát én köszönöm a három kutyájának, hogy megtanította ezt önnek. Önnek köszönöm, hogy megtanította nekünk. És kedves nézőink, önöknek pedig köszönöm, ha elgondolkodnak ezen, és az angyalok pórázon alapján próbálják meg felépíteni az életüket. Kutyával vagy kutya nélkül, hiszen mindenkinek nem lehet kutyája, mint tudjuk, bár csak így történne. És hát önnek pedig megköszönöm nagy tisztelettel, hogy eljött hozzánk, és azt hiszem, hogy tanulságos ez a történet mindenek feletti. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én köszönöm a bizalmat. Kedves nézőink, Eszterhály Katalin volt a vendégem, Angyalok Pórázon című új kötetét mutattuk be. Természetesen itt még nem ér véget a mi történetünk, hiszen a Vörösmarty Társaság vendégeként is bemutatkozik, és arról is készül majd a Paletta magazinban egy beszámoló. Addig is köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!
A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.